A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok minden kékfehér színű és szívű sportrajongónak Székesfehérváron, hiszen a MÁV előréről fogunk beszélgetni, mégpedig egy olyan személyiségről, aki nagyon-nagyon fontos nekünk. Annál is inkább, mert hogy ugye amikor beszámoltunk róla 2023-ban, nem más, mint Nagy Róbert vehette át a Székesfehérvári sportjáért elismerést, ami azt hiszem, hogy megerősítést jelent. És hát egy olyan szakmai pályafutás, aki elnökként is, vezetőként is, és most a Röplabda Akadémia elnökeként, tiszteletbeli elnökeként is nagyon sokat tesz azért, hogy azokat a rajongott kék-fehér színek visszatérjenek. És hát ez meg is történt, leginkább a röplabdában. De azért kezdjük talán úgy, hogy gratulálok. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, hát egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen nagyon-nagyon fontos időszak volt, hogy ki miként választ magának sportágat. Főleg úgy, hogy a röplabda a szerelme, de nyilvánvaló, hogy nálad is így történt, az lett az örök szerelem, viszont azért volt előzmény is. Igen, hát ez akkor történt, amikor Borbély István tanár úr megjelent a Libri Miklós általános iskolába. Ekkor voltunk mi 12 évesek, a 69-es korosztály, és ő mondta nekünk, hogy van itt egy röplabda csapat Székesfehérváron, a Volán, és hát utánpótlást szeretnének nevelni, és István bácsi egy hihetetlen lelkes, odaadó. Én nekem a példaképem, aki elkezdte velünk, kiválasztott minket. Igazából nem is kiválasztott, hanem mondta, hogy lehet jönni röplabdázni, és válogatás nélkül voltunk a kis Ibli torna termébe, azon a 9-szer vagy 18x9 méteren, voltunk 40-en edzésen, és hát itt kezdődött az egész 1980. Ugyanakkor előbb te a Volánnál úsztál, vagy tusáztál. Igen. Hát a legelső sport az az úszás volt, igen, és akkor utána átmentem öttusázni 10-11 éves koromban, és akkor utána következett kimondottan. A röplabda egy bizonyos időszakban, még emlékszem rá, rendkívül népszerű volt, hiszen amikor kialakult, és akkor még Volános volt a röplabda a csapat természetesen, hiszen Frizenhamisék, illetve Fésűs Irénék, Szacker Zsuzsa például osztálytársam volt, egy csomó Fellegvári Teodóra, stb. Igen. Egy csomó olyan szuper játékos nőtt ki Fehérváron a Volán berkein belül, akiknek nagyon-nagyon fontos volt. És valljuk meg, hogy aztán egy időre eltűnt, mintha nem is lett volna, és nagyon-nagyon kellett az, hogy ti megjelenjetek. És itt Fésűs Irénre is gondolok elsősorban, de hát most ugye róla szól. A pályafutásod viszont, a röplabdás pályafutásod nem tartott nagyon hosszú ideig. Igen, hát mivel nem nőttem meg, ezért úgy alakult, hogy 18 éves koromban én a junior korosztálynak a közepén körülbelül én abba hagytam a röplabdát. És István bácsi akkor nekem szólt, hogy lenne kedvem segíteni neki az utánpótlás nevelésben. Bizonyos voltál abban, hogy edzőként kell, hogy folytasd? Nem, akkor csak szólt nekem, hogy segítsek neki, és akkor bevezetett az edzéseknek a rejtelmeibe. Megnéztem jó pár edzését, hát ott voltam éveken keresztül az edzésén, de konkrétan amikor ő tartotta, és én akkor én figyeltem az elején, és akkor így belevezetett. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle. Nagyon tiszteltem őt és a munkásságát, és úgy alakult, úgy az életem is úgy alakult, hogy én ezt tudtam csinálni folyamatosan,
fiatalként is, aztán amikor már családom lett, utána is, utána alakítottuk a klubjainkat, és így alakult, hogy szokták mondani, rajtam maradt, mint szamáron a fül. Igen. Gyakorta mondott, hogy nagyon fontos a sport bizonyos értelemben, de megjegyzett, hogy a sport szeretete és az emberség az, ami egy sportolót igazán sportolóvá teszi. Igen, hát alapvetően a István bácsinak és nekem is az alapfilozófiám, hogy először jó embereket kell nevelni, tehát amikor 13 éves a gyerek, vagy 10-12 éves, akkor az alapokra kell megtanítani, amit persze a családtól is hoz, de alapvetően az edzéseken jó embereket kell nevelnünk, és minden mellett sportolókat. Íve van a pályátoknak. Ugye én még emlékszem a Dévényi Tibor által vezetett MÁV előre történéseire, aztán jött a következő időszak, viszont ti voltatok azok, akik elindították azt a folyamatot, ami jelenleg is tart, hogy Székesfehérváron egy ismert, és nem csak Székesfehérváron, hanem az országban ismert és elismert klub legyen MÁV előre. Nyilván ez volt a cél, viszont nagyon-nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenetek. Igen. Tehát amikor mi átvettük alapvetően a Tibi bácsi halála után, Bozsák Károly mentette meg konkrétan a klubot azt, hogy bezárjon, tehát abba hagyja a MÁV előre a tevékenységét, és a Halmai Csabi barátommal gondoltuk úgy, hogy akkor ketten elkezdjük, és a kézilabda, röplabda sportágat kiemelve most így, és visszük tovább a MÁV előrében a működésünket. És ami fontos volt, hogy a kézilabdának is akkor, meg a röplabdának is volt egy jó kis utánpótlás bázisa, amire lehetett építeni magát a MÁV előrét. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. A kézilabdáról méltatlanul kevés szó esett, holott annak idején, tehát az én korosztályom még a szondi meccsek mellett, a mostani Novotel helyén nyilvánvaló, a szondi meccsek mellett azért kijártunk a MÁV pályára, hiszen fantasztikus korosztály, és remek mérkőzéseket láthattunk, a Bulóékat és a többit. Igen, azt hiszem, hogy az felejthetetlen pillanat volt. És az, hogy sikerült visszahozni, illetve megtartani, az a ti érdemetek mindenképpen. Viszont hogyan sikerült a röplabdát? Hiszen nevelőedzőként hozzájárultál ahhoz, hogy a mostani elit csapatból is, tehát az Eke Péter, Takács Milán, Szentesi Bálint, akik egyébként szintén voltak itt vendégként, hát azt mondom, hogy ha nem is elhomályosuló szemmel, de nagyon jó gondolatokkal emlékeznek vissza arra az időszakra, amikor elkezdték, és a segítségetekkel eljutottak most olyan szintre, hogy ugye bajnoki döntőt játszanak. Igen, igen. Hát ez alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor mi ezt folyamatosan csináltuk a barátaimmal, tehát teljesen saját pénzből feljutottunk NB1-be, utána kiestünk NB2-be, és elkezdtem újra az kicsit komolyabban az utánpótlással foglalkozni. A Milánék, egyébként a Takács Milánék ennek az új időszaknak az első fecskéi voltak, amikor úgy tényleg időm is engedte, és akkor foglalkoztam az utánpótlással. És hát ez mindig mondták, hogy hát ezt miért csinálom, mert igazából akkor még közel távol nem volt a TAU, meg nem voltak semmilyen anyagi lehetőségek, és hát valljuk meg, a röplabdának nem volt akkor a támogatottsága. És mindig azt mondtam, hogy azért csinálom, hogy azok, akik megtanulják ezt a játékot, akár kimennek a strandra, vagy akár elmennek egy egyetemre, és ott egy egyetemi bajnokságban tudnak játszani, akkor ők legalább jól érzik magukat ebben. Tehát mertetek nagyot álmodni, és ez bejött. Igen. Viszont valljuk meg, hogy tetszik, nem tetszik, a tehetség és a szorgalom mellett bizony pénz is kell ahhoz, hogy az a tehetség és a szorgalom, amikor már kibontakozik, akkor be is tudjon mutatkozni. Ez mennyiben nehezítette meg a dolgotokat, hiszen nyilván az alapoktól kellett elkezdeni mindent újra. Igen, hát a maga az, hogy nem volt pénzünk, az annyiban nehezítette meg, hogy akiket kineveltünk játékosokat, akkor ezt elküldtük a Nullafernek, Neukum Gábor, Stefanovics Krisztiánt, Kis Marcelt, akikből ott lett válogatott. És amikor
értelemszerűen már jött a TAO, akkor én mindig azt mondtam, ha már ebbe pénz lesz, akkor én nem akarok ezzel vezetőként foglalkozni, akkor jöjjenek olyan szakemberek, akik ehhez értenek. Én akarok maradni a röplabda mellett és az utánpótlás nevelés mellett. Viszont első számú vezetőként nagyon sokat tettél azért, hogy a röplabda mellett számtalan olyan új sportág bontakozzék ki a MÁV Előre színeiben, ami eddig ismeretlen volt Fehérváron, és azok is meghozták a sikert. Igen, ez cél is volt egyébként, hogy a MÁV Előre egy ilyen bizonyos ernyőszervezetet képviseljen, és azok a sportágak, akik akkor úgy nem látták a kiutat, vagy szerettek volna valahova tartozni, mint a rúdsport, az asztali tenisz, akik így újonnan bejöttek, ők mindenképpen az volt a cél, hogy itt egy anyaegyesületre találjanak. Igen, tehát a komplexitás az azért megerősítette nyilvánvaló a MÁV Előre szerepét Fehérvár sport életében is. Én azt hiszem, hogy ha csak megnézzük, és nem mindig csak a nagyokra gondolunk, tehát gondolok itt elsősorban, hogy a futball, a jégkorong, a kosárlabda, a női kézilabda mellett, most már bizony az idei bajnoki szezont is nézve íve van a férfi röplabda csapatnak, a nőinek nem különben, bár nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni, hiszen azért a tradicionális városokban a röplabda az Kaposvárra, Kazincbarcikára, és gondolok, azért az Kecskemét, az mindig megmarad. Igen. Hogyan sikerült lépdesni úgy, hogy ugye említetted, hogy egy időre azt mondtad, hogy na, akkor most már jöjjön a következő éra, ha úgy tetszik, aki a anyagi segítséget tud nyújtani, hogy a fenntartató fejlődés záloga, ugye azért valljuk meg a pénz. Ez nehéz volt ez a döntés részedről? Hát amikor elérkeztünk ide, mert az örök mondásom volt, hogy ha jön egy Coca-Cola a szponzor, akkor itt lesz extra liga. És hát akkor, amikor eszünkbe jutott a Csizmadi Andissal, hogy hát most már itt vagyunk a határainkon, hogy NB1-et vezettük, de extra ligába még nem tudtunk feljutni, már voltak idegenlégiósaink férfi-női vonalon, és akkor jutott eszembe a Tálos Péter, hogy hát ő már támogatta egyszer a röplabdát, egy röplabda kupánkat, meg úgy a felesége, Rita, ő röplabdával foglalkozik, az Édrának a vezetője, a Tatai klubnak a vezetője, és megkerestem a Pétert. És akkor, amikor megkerestem, akkor én tudtam, hogy kit keresek meg, tehát én azt gondoltam, hogyha őnek én átadom ezt a klubot és az irányítást, akkor én tudtam, hogy ő itt kardinális változásokat fog létrehozni, és pontosan azért a döntést olyan szempontból egy magasabb cél érdekében történt meg, tehát olyan szempontból abszolút nem volt nehéz, mert én tudtam, hogy ezt úgy lehet csinálni, hogy én átadom, mert ők egy más szemlélettel, egy más vezetési elmélettel dolgoztak, mint én, és ezt el kellett így engedni. Tehát ez új ebben az értelemben, igen, és hát ez a jövő útja, ha úgy tetszik. Ugyanakkor annál fontosabb nincs, mint hogy egy olyan utánpótlás műhely továbbra is működjék, aminek az alapjait te megteremtetted évtizedek alatt, az nagyon-nagyon fontos. Tehát az akadémia létrejötte, illetve az a munka, ami ott folyik, az elengedhetetlen ahhoz, hogy a MÁV Előre eredményes legyen. Legyen itt férfi vagy női röplabdáról egyaránt, de azt hiszem, hogy erre büszkék lehetünk. Hogy sikerül úgy folytatni a munkát, hogy ez valóban eredményt hozzon? Hát a további lépések már azért a Péteréknek a döntései alapján fognak működni, tehát őnekik van egy határozott jövőképünk, hogy itt egy akár világszintű röplabda akadémia alakuljon ki, és ennek érdekében hozzák meg a döntéseiket. Én az utánpótlás nevelésben, mint edző, maximálisan részt veszek, és hogyha kikérik a véleményemet, akkor én ezt mindig értelemszerűen én kicsit túlfűtött érzelmekkel mindig próbálom nekik elmondani, ahogyha kérdezik.
De alapvetően a kardinális döntéseket azt ők hozzák meg, és reméljük, hogy abba az irányba fogunk haladni, ami most azért egész szépen alakul, mert Irén itt van a lányok vonalán. Én azt mondom, hogy én a fiúk vonalát azért tudom képviselni, és hát fognak jönni olyan vezetőedzők, külföldi vezetőedzők, akik meghatározzák majd az utánpótlásnak az irányvonalát. Nagyon fontos kérdés, hogy azok a munkatársaid, kicsit emlékezzünk rájuk, akikkel sikerült ezt az egészet megteremtened, hiszen egy olyan jövőkép, amelyet most próbál felépíteni Tálos Péter és az a vezetés, akik átvették ilyen értelemben a klub irányítását, csak arra támaszkodhat, hogy egy olyan alapra pakolják föl, amire aztán lehet építeni tornyot is. Kik voltak azok a munkatársaid, akikkel te ezt megvalósítottad? Hát a legfőbb támaszom alapvetően a Csizmadi András volt, aki nem feltétlenül konkrétan azzal a munkával, amit mindig beletett, hanem azok a beszélgetések, azok a háttértámaszoki, lelki támaszok, meg akivel úgy meg tudtam mindent beszélni így igazából a szakmába. Irén a lányok vonalán természetesen nagyon nagy munkát végzett, nagyon nagy szakmai segítség volt, hiszen évekig az a korosztályos válogatottakat és kimondottan jó csapatokat hozott össze, bajnoki csapatokat hozott össze a lányok vonalán. Alapvetően nekem ezzel nem volt teendőm sosem, úgyhogy... És hát a barátaink, akik a régi röplabdások voltak annak idején, velük folyamatosan beszélgettünk, és kapcsolatban voltam, és támogattak. Az a több mint négy évtized, jóval több mint négy évtized, amit a sportban töltöttél, nyilván megerősített, és rengeteg szakmai tapasztalatot hozott, viszont érzelmileg mit gondolsz arról az időszakról, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan sportember van itt Székesfehérváron, aki ennyit tett az általa szeretett sportágért. Hát igazából mit gondolok róla? Büszke lehetsz nyilvánvaló, hiszen a semmiből egy új másik világot teremtettetek, legalábbis férfi röplabda szinten mindenképpen, hiszen azért ahhoz sokkal, de sokkal több kell, mondom, egy ilyen elit sportágban, hogy aztán eljussatok folyamatosan az extraliga bajnoki döntőig, mikor még az NB1 is kétséges volt egy időszakban. A munkatársakról már beszéltünk, viszont hogyan sikerült megszerezni azt a város támogató közösségét, akik ma már adott esetben eljárnak, mondjuk, tekintve, hogy ilyen csarnokunk nincsen például Tatabányára mérkőzésekre, mert hogy látjuk a tudósításokból, hogy ha nem is teltházon, de nagyon sokan ott vannak. Igen, ez a közönség azért ezt tudni kell, hogy azért úgy jött össze, hogy amikor már jöttek az eredmények, akkor a röplabdát szerető emberek, akik tényleg érdekelte őket Fehérván a röplabda, régi röplabdások, azért akkor újra megjelentek, mert minőségi röplabda került a városba. Úgyhogy ők meg alapból támogatták, és jöttek, amikor csak lehetett. Tehát jöttek Tatabányára, jöttek ki a Vogba is, most már nagyon sokan vagyunk a Vogba, úgyhogy ez kellett ahhoz, ez a váltás, hogy ennyire népszerű legyen a röplabda. Mert valljuk meg azért abban az időben, amikor mi voltunk, hiába voltunk NB1-be, azért nem azt a minőséget képviseltük amatőr csapatként, mint most ez a profi csapat. Tehát azért az a röplabdás társadalom, akik megtanultak, megszerették a röplabdát, erre azért sokkal jobban vevők, mint mondjuk arra az amatőr csapatra, mint amikor mi voltunk, és hiába voltunk NB1-ben, de hát azért az akkor is amatőr csapat volt. Az alap mindenképpen az utánpótlás. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy profi csapatot kellő mennyiségű pénzzel össze lehet hozni, és szakmai vezetéssel. Igen. Ugyanakkor az alap és a város számára is kiemelten fontos, hogy egy olyan utánpótlás műhely működjön, ami olyan jövőképet mutat, ami azt hiszem, hogy fontos egy sportváros számára, és fontos természetesen számotokra is. Hol tart az utánpótlás ennek tükrében?
Hál' Istennek jó pozícióban vagyunk Magyarországon. Nagyon sok 300 gyerekkel vagyunk jelen a magyar utánpótlásban. Ez körülbelül 70% a lány és 30% a fiú. Érdekeltek leszünk az utánpótlás döntőben, fiúknál mindenképpen, U17 és U20-as korosztályban, és minden csapatunk elindul egészen az U10-es manó korosztálytól, tehát a 10 évesek már elkezdenek röplabdázni, és ilyen kis mini bajnokságokban indulnak, és hát ott vagyunk az U20-as bajnokságban. És hát bontogatja szárnyait a strandröplabda, ami egy külön szakág. Igen, ez nagyon fontos. Arról nem beszélve, hogy a korosztályos válogatottak is a következő időszakban meghatározó szereplői lehetnek az első csapatnak. És nyilván kitartotok akkor ezek szerint amellett, hogy külföldi vezetőedzők irányítsák ezt a szakmai munkát. Ez miért van így? Péteréknek ez az elképzelésük, hogy ha ők abba az irányba mennek, hogy Európához akarunk közelíteni, akkor azt a gondolkodásmódot kell képviselniük, és ezek a döntési mechanizmusok, én azt gondolom, hogy egy magasabb, tehát a lengyel bajnokság is egy sokkal erősebb bajnokság, az olasz bajnokság is, ahonnan jött ez a fiatalember, vagy úriember a felnőtt férfi csapathoz. Péteréknek ez kimondottan egy ilyen elképzelésük, hogy ők fogják majd behozni a magasabb szintű röplabdát. Ez egyben egy olyan jövőkép, amit te is szívesen látnál? Tehát miként gondolsz arra a jövőképre, ami számodra optimális lenne, mint egykori játékos vezető, hiszen olyan íve van a pályafutásodnak, ami azt hiszem példaértékű. Hát én ennél emocionálisabb vagyok, tehát én mindig a helyi sportolókat, helyi vezetőket, helyi szakembereket támogatom. Tehát az én véleményem az, hogy biztos, hogy találnánk Magyarországon is olyan szintű vezetőt, aki még a következő lépcsőfokot még előre tudná mozdítani, tehát tudna itt Fehérváron sokat segíteni a fehérvári röplabdának. Azt, hogy most ez a külföldi vonal, hát sok helyen bejött, tehát a fociba is, annak idején a magyarok kimentek Törökországba, és megcsinálták ott a török labdarúgást, úgyhogy szerintem itt is bejöhet ez. Nekem a magyar vonal szimpatikusabb, de ez a vezetőségnek a döntése. Történjék így. Amikor átvetted a Székesfehérvár sportjáért díjat, beszélgettünk ott kint a szobornál, és ott megkezdték tőled, hogy ugye az 54. születésnapodat előtte töltötted be, hogy ez egy megkésett születésnapi ajándék. Nos, az 55. születésnap, milyen születésnapi ajándékot szeretnél? Hát bajnoki címet a fiúktól, bronzérmet a lányoktól. Akkor történjék így, és én azt hiszem, hogy ti és munkatársaiddal, sporttársaiddal megteremtettétek ennek a lehetőségét, és mi is nagyon várjuk a döntőt, illetve a bronzmérkőzést, ha úgy tetszik, és nincs kétségem felőle, hogy előbb-utóbb ez eljön, történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hajrá, MÁV! Köszönöm szépen a meghívást! Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták. Azt hiszem, Nagy Roberttel megbeszéltünk mindazt, ami a fehérvári röplabda létben, életben fontos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.